Folytatódott az Obi Foci Kupa nevet viselő rendezvénysorozat. Az alapvetően szabadtéri rendezvényt a váratlanul lehulló csapadék következtében nem szabadtéren, hanem az Eszterlánc tagóvoda termeiben rendezték meg. Ennek kapcsán az esemény előtt Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője a megnyitó beszédében megnyugtatta a gyerekeket, hogy minden marad az eredeti tervek szerint, csak az udvar helyett a termekben lesznek az elfoglaltságok. A program kezdetén Petrás Gáborral, a DLS főtitkárával beszélgettünk. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság, a Domás Labdarúgó Szövetségnek ez a bizottsága felel a gyerekeknek a sportolására, és legfontosabb célkitűzésünk, hogy az óvodásokkal kezdjük a mozgás megszerettetésével, és az idei évben a második fordulót bonyolítjuk le itt az óvodában, a 2021-es évadnak a második fordulóját, ahol nem csak a foci a szempont, hanem különböző ügyességi és vetélkedőkkel is részt vesznek a 12 tagóvoda, ami Dunaújvárosban van, mindenkit meghívunk sok szeretettel, és a nap végén mindenkit díjazunk, természetesen a foci kapja a fókuszt, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy már magát a játékot megszerettessék. A főtitkár ismertette a rendezvénysorozat felépítését is. Minden évben három fordulót szervezünk. Március-április környékén, amikor jön a tavasz, akkor szervezzük az első fordulót, szeptember vége fele a második fordulót, és december 6-án a Mikulás ünnepséggel egy karöltve folytatjuk a záró fordulót, ahol a három forduló összpontozása alapján egy garnitúra meszt is hazavihet az óvoda. Bartendre humánügyekért felelős alpolgármester személyesen tekintette meg a fiatalok mérkőzéseit. Mint kiemelte, hatalmas köszönet illeti a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség munkatársait és a rendezvénysorozat támogatóit, hogy újra és újra megvalósul ez a kezdeményezés. Nagyon szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy összehozták ezt a mai alkalmat is. Ugye a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség nem először mutatja meg, hogy kicsit optimistább, mint én, hiszen én már legutolsó alkalommal egy kicsit aggódtam, hogy az évbe lehet-e még ilyet tartani, gondolványt a vírushelyzetre. Ők abszolút megnyugtattak, hogy igen, lesz még, és ahogy körbenéztünk, sikerült is ezt megvalósítaniuk. Azt gondolom, a csillogó szempárokért már megéri. Én is egy ilyen viszonylag nehezebb hétfőn vagyok, de nagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást, hiszen kár lenne ezeket kihagyni, itt lehet így töltődni. Tényleg körbenéz az ember, látja ezt a sok kisgyereket, aki örömmel, minden gondtól felszabadultan itt kergeti a labdát. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen felemelő érzés. A kiváló hangulatú Ovi Foci Kupa második fordulójáról készült írásos összefoglalót a Dunaújváros online-on tekinthetik meg az érdeklődők.